25 évvel ezelőtt, 1992 őszén írták alá Marcali és a Künzelszó városok közötti testvérvárosi szerződést. A negyedszázados jubileum alkalmából színes programokkal várták a marcaliakat. Délután került sor az ünnepi testületi ülésre, ahol mindkét város képviselőtestülete és a települési előjárók is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Stefan Neumann polgármester üdvözölte a jól működő kapcsolatot, mely a cégek és iskolák közötti partnerség mellett egyre több személyes kapcsolatot teremt. Nagyon jó, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat elmélyült, és már a 25. évfordulót ünnepeljük. Amikor megnéztem a kiállítást, láttam a múltban például Volker Lencet, aki az elődöm volt, és az is látható a képeken, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat az embereken keresztül tudott fennmaradni. Mert az csak egy papír, amit 25 éve aláírtunk. De ezen keresztül kapcsolatok keletkeztek, és én ezt nagyon jónak és fontosnak is tartom. Többször jártunk szüleimmel Magyarországon, Marcalihoz az első emlékem az volt, amikor 2010. decemberében még Volker Lenccel együtt Marcaliba utaztunk. Jó nagy hó volt, izgalmas volt. És arra is jó visszaemlékezni, milyen szívélyes fogadtatásban részesültünk. Természetesen azt gondolom, hogy a jövőben is támogatni fogjuk ezt a kapcsolatot, hiszen kedves embereket ismerhettünk meg, mind a zeneiskolából, mind a fogadószülők személyében. Nagyon sok ötletünk van, melyeket szeretnénk megvalósítani a jövőben. Persze ezek a városok részéről aktivitást követelnek. A testvérvárosi kapcsolatot tágabbra kell bővíteni, ez az építés olyan, mint a fa növekedése. Mindig új és új levelek nőnek. Dr. Sütő László marcali város polgármestere a szívélyes fogadtatást megköszönve az elmúlt időszak sikereiről és a jövőbeli lehetőségekről beszélt. A Künzelszói képviselőtestület a negyedévszázados jubileum alkalmából díszérmét adományozott azon személyek számára, akik a legtöbbet tettek a kapcsolat elmélyítéséért. Dr. Sütő László polgármester és August Bálint mellett a Künzelszói fogadó szülők részesültek díjban. A jubileumi testületi ülést a Kalipszó kórus előadása zárta, mely osztatlan sikert aratott a hallgatóság körében. Ezután a Városháza bejáratánál emléktábla jelzi, hogy Marcali és Künzelszó 25 éve testvérvárosok. A két város polgármestere leleplezte a barátságot jelző táblát. A program a Városi Múzeumban folytatódott, ahol a Koher folyó partjától a Balatonig címmel nyílt kiállítás az emberöltőnyi időszak eseményeiből. A jubileumi hétvégét a Stadthalléban megrendezett esti találkozó koronázta meg, melyen kulturális programokkal tették felejthetetlenné az évfordulót.